Egy saját nevelésűnek is mondható fiatal játékos, bizonyos Kaufmann Bence jött be 0-0-nál a Bátaszék Bonyhád rangadón. Nem akárkit, a csapat legismertebb játékosát, Pap Rolandot váltotta, akit már talán az El Clasicóra, a Bonyhád-Majos derbire pihentethetett Köllő Roland. Nos, az eddig csak kevés epizód szerepet játszó középpályás enyhe túlzással főszereplőjévé vált az ősz egyik legnagyobb, az első hely szempontjából meghatározónak számító mérkőzésének Bátaszéken. Az utolsó negyed órában szabadrugásgól, majd szögletből született bonyhádi találat előkészítésében, így a fontos győzelem megszerzésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Kaufmann Bence. Őt egy egyéni akciója után buktatták a kaputól 20 méterre, és a megítélt szabadrugást bombázta be Máté Róbert. Ő harcolta ki a meccs vége felé, és ő is végezte el azt a szögletet, ami után Preininger Patrik fejelhetett a meccset alapvetően eldöntő gólt. Okkal örült a meccs végén Kaufmann Bence, mert hogy néhány korábbi epizód szerep után nem kapott eddig beugrás, illetve bizonyítási lehetőséget edzőjétől Köllő Rolandtól. Hullámvölgyben voltam, ezért nem voltam kezdő elég sokáig. Hál' Istennek a Roland megadta a bizalmat, és hál' Istennek vissza is éltem vele. Azt mondta, hogy menjek be és fussam ki magam. Ami bennem van, adjam ki magam, mind a védekezésbe érjek vissza, és a támadást is próbáljam meg a lehető legjobban segíteni. Ez a 20 perc a lehető legjobb önbizalom növelő tényező Bencénél, hogy elhiggye, több lehetőséget fog kapni a megyei első osztály szintjén nagyon erős, a bajnoki cím megvédésére készülő bonyhádi csapatban. Teljes mértékben azon lesz, hogy minél többet tudjak játszani, és többet nyújtani is. Köllő Roland 0-0-nál még gondolkodóban mi több dilemmában volt, amikor egyszer csak eszébe jutott Kaufmann Bence. Nagyon el voltam keseredve egyébként, mert a Bátaszék jobban játszott, főleg az első fél időben momentumunk nem volt, szerencsénk volt, hogy nem szerezték meg a vezetést. Láttam, hogy a Rócsi már Pap Rócsi már nem igazán tud hozzátenni. Szerencsénk van, tehát ilyenkor nehéz belenyúlni a meccsbe, most szerencsénk volt. Én azt gondolom, hogy és összességben is ez egy szerencsés győzelem, hiszen a Bátaszékiek sokat tettek, nem csak az egy pontért, de még a háromért is. Az edző, ő tudja miért, ő ismeri a játékosát, nyilván pedagógiai okokból nem dicsérte túl a fiatal játékost, akinek még bizonyítania kell ahhoz, az eddig valóban nem meggyőző szereplése után, hogy mint Sásdi Bencének vagy Wirth Dánielnek, előbb-utóbb neki is helye lehet a csapatban. Ehhez feltétlenül elég néhány ilyen kispadról történő beúrás, mint a bátaszéki volt.